Talán ellentmondásosan hangzik, de a koronavírus járvány lehet az, amely egy második esélyt ad a világnak a dolgok rendbehozására. A világméretű igazságtalanságot kegyetlenül felnagyította a pandémia, a növekvő vagyoni különbségeket, az egészségügyi ellátás egyenlőtlenségeit, a munkahelyek bizonytalanságát, az egyre súlyosbodó klímaválságot, valamint a polgárok helyett inkább magukért dolgozó vezetők korruptsága is a kirakatba került. Egyben példátlan módon kiderült, hogy a világ csak összefogással tudja megmenteni magát. Most Klaus Schwab professzor, a Világgazdasági Fórum alapítója és ügyvezető elnöke szerint a globális újraindulás lehetséges. Erről könyvet írt. Most pedig velem beszélget. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Ha most szemléljük a világ állapotát, mi az első szó, ami eszébe jut? Az újraindítás szerintem ideillik, mert most még küzdünk a vírussal, de az oltások bejelentése után már meglehetősen optimisták lehetünk. Most azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan lehet strukturálni, hogyan kell megtervezni a korona időszakot. És akkor természetesen a reset, azaz újraindító szó jut az eszembe, mert egy dolog világos. Ami eddig normálisnak számított, ahhoz egész biztos, hogy nem térhetünk vissza. Élnünk kell a lehetőséggel, ahogy a nagyszüleink is tették a II. Világháború után. Rá kell tekintenünk arra, hogy mi az, amit elrontottunk, és mi az, amit jobban csinálhatnánk. Ön mire helyezné a hangsúlyt az újraindításnál? Három dimenzióban és három prioritás. Az első az, hogy a világot ellenállóbbá tegyük, mert egészen biztosan szembe kell néznünk újabb és újabb váratlan eseményekkel. Az úgynevezett fekete hattyúkkal, talán különböző típusú vírusokkal. Másodszorban befogadóbbá, igazságosabbá kell tennünk a világot, mert láttuk, hogy fenntarthatatlan, ahány ember ma kirekesztetnek érzi magát. Végül pedig sokkal zöldebbé kell tennünk a világot. Minden energiánkat a szén-dioxid mentesítésre kell fordítanunk, annak érdekében, hogy elkerüljük azt a súlyos katasztrófát, amelynek már most az első jeleit tapasztaljuk. Ezekre a pontokra még térjünk vissza, amiket említett, de legelőször a COVAX mechanizmusról szeretnék beszélni önnel, mert bizonyos szempontból, amikor ezt a helyzetet nézzük, amit a vírus okozott, a COVAX egy fényes folt, mert rávilágított arra, hogy a gazdagabb nemzetek hogyan tudnak vigyázni azokra, akik újabb kihívásokkal néznek szembe. Tehát az, hogy a COVAX oltást biztosítana a szegényebb nemzetek számára, az mennyit tesz hozzá az ön befogadóbb társadalomról alkotott elképzeléseihez? Ez bizony egy fényesen világító pont, mert megerősíti az eredményességet, amelyet a megfelelő partnerek együttműködésével lehet elérni. Egy szisztematikus megközelítés. Nem tudjuk megoldani problémáinkat a világon egyszerű megközelítésekkel, és a COVAX integrálja az oltásokat a kezelésbe, a tesztelésbe és a megfelelő egészségpolitikai megközelítésekbe. Vagyis amire a jövőben szükségünk lesz, az sokkal szisztematikusabb megközelítés, mert tudjuk, hogy minden mindennel összefügg. Nem csak globális szinten kapcsolódik össze. Ha társadalmi, gazdasági, politikai kérdéseket vet fel, akkor ezek mind összekapcsolódnak. Szükség van tehát szisztematikusan látni. Nos, amennyiben szisztematikus megközelítésről beszélünk, azt mondja, arra van szükség, elég csak a COVAX példáját nézni. Míg az EU gyorsan beállt mögé, több játékos, mint az USA, Oroszország nem voltak partnerek ebben. Én úgy hiszem, a jövőben az Egyesült Államokat is támogatók között tudhatjuk. Szerintem a COVAX egy nagyon fontos lépés annak biztosítása érdekében, hogy a fejlett országok és a feltörekvő országok, a legkevésbé fejlett országok közötti szakadék ne nőjön tovább. Láttuk, hogy a vírus ezekre az országokra különösen súlyos és káros hatással van.
A COVAX segítségével biztosítható, hogy ezek az emberek is élvezhessék. És európai alapon a múlthoz viszonyítva sokkal eredményesebb együttműködéssel. Az, hogy ne nőjön tovább az igazságtalanság az összes olyan jogorvosra terjesztésében, amelyre a vírus elleni küzdelemhez szükségünk van. Önt úgy ismerik, mint a multilateralizmus bajnokát. Donald Trump távozásával egy olyan jelentős társadalom, amiről most beszéltünk, új lendületet adhat egy multilaterális rendszernek? Visszatérünk-e vajon a hagyományos multilateralizmushoz, vagy egy teljesen új út lesz a járható? Azt hiszem, itt is kell majd egy újraindítás. Nem térhetünk vissza a multilateralizmus rendszeréhez, amelyet a II. Világháború után hoztunk létre. A nemzetközi rendszer reformja az, amire szükségünk van. Gondoljunk csak a WTO-ra. Integrálnunk kell a globális kereskedelem új dimenzióit, mint mindent, ami az elkereskedelemhez kapcsolódik, és így tovább, és így tovább. Végül tehát a multilateralizmus lendületet kap Biden elnök megválasztásával, és nagyon remélem, hogy most létrehozhatjuk azokat a rendszereket, amelyekre a 21. században szükségünk van. Jó volt önnel beszélgetni, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Thank you very much.